Csongrád kisréti területén két hét alatt készült el az útjavítás, melynek teljes bekerülési összege 6,5 millió forint plusz áfa volt. Kiváló minőségű szőlőt szüretelnek a csongrádi gazdák, a tavalyinál is alacsonyabb ár nehezíti az értékesítést. Az Országos Széchenyi Könyvtárban emlékezik Faludi Györgyre az irodalmi műhely szeptember 22-én, a rendezvényen közreműködik többek között Góg János, a műhely vezetője, és Csák László, hangász. A második helyen végzett Csongrád csapata a Csongrád Kupa nemzetközi sebességi hajómodellversenyen kategóriájában Kajtár Róbert a harmadik helyen zárt, Németh Ferenc pedig a 14. helyet szerezte meg. Köszöntöm nézőinket, önök a Csongrád Televízió híradóját látják 2016. szeptember 21-én szerdán. Csongrád kisréti területén elkészült az útjavítás, melynek teljes bekerülési összege 6,5 millió forint plusz áfa volt. Ezt az összeget az önkormányzat és az ott érintett ingatlan tulajdonosok közösen finanszírozták. Az érintett útszakasz két hét alatt 932 méter hosszan és 30 centi mélységű ágyazat kialakítással lett javítva. Nem volt olyan lakossági fórum, pedig 94 óta, 4 év kivételével folyamatosan képviselője voltam ennek a területnek, hogy azon a lakossági fórumon fölnevetődött volna az itteni út használhatatlansága. Főleg a tavaszi és őszi időszakban olyan mély útvályok alakultak ki, hogy egyszerűen személygépkocsival nem lehetett elközlekedni, de néha már gyalog sem lehetett bemenni a területre. Hát ennek alapján persze sokszor interpeláltam is, folyamatos problémát jelezve, hogy javítani kellene, és hát ha egyszer arra lehetőség lenne, akkor egy stabilizálással az utat rendbe hozni. Most az idei tavasszal Lackó Zsolt úr, akinek itt is köszönetet mondok, állt elő azzal a javaslattal, hogy tudna megoldást erre az útra, mégpedig hát ismerve a lakosoknak, illetve hát az itt telekkel rendelkezőknek az igényét, és azokat a vállalkozókat, akik az ilyen útstabilizálással foglalkoznak. A lehetőségeit ezt össze lehetne hozni úgy, hogy egy viszonylag szerény összegű hozzájárulással és az önkormányzat anyagát beleadva egy elfogadható összegből ezt az utat stabilizálni lehetne. Most már használható, végigmenve rajta, hát nem száguldozni lehet rajta, de a rossz időjárás esetén, a sáros esős időszakban is, ezt majd ősszel rövidesen meg fogunk tapasztalni, akkor is be lehet közlekedni a területekre. Van néhány tanulsága egyébként ennek az út építésnek. Az egyik az, hogy itt helyben vannak olyan vállalkozók, akik meg tudják csinálni ezt az utat viszonylag kedvező áron, mert itt helyben csongrádiaknak, a csongrádi emberek csinálják ezt. Képviselői kezdeményezésre jött egyébként az ötlet, amely után az önkormányzat tartott egy egyeztető fórumot, ahol a nagy többség támogatta anyagi hozzájárulás mellett is ennek az útnak a megépítését. Úgy nézett ki, hogy az anyagköltsége teljesen az önkormányzat által nála rendelkezés álló anyagból, valamint a záró réteget képező aprót darált anyagnak a darálási költségének felét, és a másik felét, valamint a beépítés költségét pedig a lakosok, az ottani ingatlan tulajdonosok tették hozzá. 932 méter hosszan készült el az út, több mint 30 centi mélységbe, így most egy stabil út alapon lehet ott várhatóan hosszú ideig közlekedni, és azért is volt fontos ez a beruházás, mert a rendezési terv módosításával azoknak a vízparti telkeknek, ugye az egyik oldalának az útnak a vízre visz, gyakorlatilag a megközelítése is jobb lehet, hiszen az új rendezési terv itt már más típusú építményeket is enged, mint amik most jelenleg épülhettek. Tehát célunk az volt ezzel a módosítással is, hogy egy kicsit üdülősebb jellege legyen ezeknek a vízparti részeknek, így meg, hogy az út is elkészült hozzá, itt ugye a villany már korábban kiépítésre került. Én úgy gondolom, hogy egy jó dolgot sikerül zárni, és megnyithat valamit a kisrét területén, döntően önerőből történő fejlesztéseket. Volt egy másik kísérlet is, egyel följebbi dűlőre, szintén belterületi dűlőre, de ott már az első egyeztetés után is világosá vált, hogy nem partnerek
tulajdonosok. Arról beszéltünk, hogy nem hittem el, hogy az én életemben megérjem, hogy itt út legyen. Amit vártunk, meg amik évek elteltek, ígértek meg minden, és megoldódott. Régi álmom valósult meg egy Düllőút építése kapcsán, amit már 3-4 éve tervezgetek, hogy egyszer egy Düllőútat 1 kilométer hosszon akár a elejétől végéig meg tudunk csinálni. Volt egy javaslatom, a polgármester úr támogatta, és kipróbáltunk egy kilométer hosszan egy Düllőút javítását. A Düllőút a Kis-Tisza partján helyezkedik el, a Holt-Tisza partján. Ha a Bőrhídon átmenjünk jobbra, elkanyarodunk, és az utolsó a Düllőút, ami párhuzamosan megy a Holt-Tiszával. Darált beton, 25 centi, 30 centi ágyazat készült az út felületére. Először természetesen egy ágyazat kiemelése, a régi föld, illetve törmelék, amit belehordtak már az ott élők, ez elkerült onnan, és egy 25 centi, 30 centis ágyazatba a beton törmelék belekerült, amit az önkormányzat biztosított törmeléket, a darálási díjat kellett a lakosoknak közösen kifizetni, létrejött egy útépítő közösség, úgymond közel több mint 100 lakos vett részt a útépítő közösségben, így fejenként 30 ezer forintokba került per fő, per tulajdonos, és az út a mai napon el is készült, 14-5 nap alatt elkészítették az utat. Amit el szerettem volna érni, hogy továbbiakban is a földút, Düllőút javítása egyszer mindenkorra fejeződjön be, hanem készítsünk új Düllőútakat. Tehát a kátyúzást ezt el kell felejteni, nagyon sok anyagot igényel éves szinten, és éves szinten akár 2-3 km útszakaszt meg tudnánk csinálni. Biztos, hogy lassabban haladnánk, mint egy kátyúzással. Nem lenne olyan hosszú kilométereket nem ölelne fel, de egy strapabíró hosszú, akár 20 évre tartó utat készíthetnénk. Az Európai Autómentes Nap alkalmából csütörtökön egésznapos programsorozatot tartanak Csongrádon, a mozi előtti téren. A rendőrkapitányság munkatársainak segítségével lehetőség lesz a kerékpárok átvizsgálására, a Bársony István mezőgazdasági szakközépiskola tanulói pedig a biciklik karbantartásához nyújtanak segítséget. A diákokat a kresszvetélkedő és kerékpáros ügyességi verseny várja, a rendezvény idejére lezárják a főutca, József Attila utca és Iskola utca közötti szakaszát. A kora ősz a szüret időszaka. A Csongrádi hegyközség elnöke szerint nagyon jó a szőlő minősége, azonban az alacsony ár aggodalomra adhat okot. A termés mennyiségre kifejezetten kedvező hatással volt a viszonylag csapadékos nyár. Kombájnnal végzik a szőlő betakarítását a Csongrádi hegyközség elnökének ültetvényén. A szőlő minősége idén megfelelő, azonban a nyomott árak miatt komoly veszteség érheti a termelőket. A korai szőlőket már több mint 2 hetet leszettük, írsa Júli Vír, ami elment még tűrhető áron. Utána viszont a többi szőlőnek az ára annyira alacsony és nyomott, hogy ilyen utóbbi években nem volt. Körülbelül 20 forinttal kilogrammonként a szőlők árai kevesebbek, mint múlt évben. És még egy nagyon fontos, több év ezelőtt küzdöttünk azért szó szerint, hogy ne veszünk már, hogy ilyen felára, meg olyannak, a szőlőnek vagy nettó ára, mindennek vagy nettó ára, arról lehet beszélni. Az, hogy a magyar állam megsegíti a kistermelőket a borászati üzemeken keresztül a kompenzációs felára, az államnak a dolga, és nincs köze hozzá egy borászati üzemek ehhez, mert ő kapja, meg visszaadja, ennyi, csupán. Na most itt mindenki ilyen árral beszél a környékből. Ugyanakkor nagyobb borászatok már tudják azt, hogy meg se szólnak, hogy mennyi az ár kompenzációban, azt mondják, hogy nettó ár ennyi. És aki vállalkozónak áfa jön rá, aki meg kisember megkapja azt a kompenzációt, amit egy műtrágya árában nem kap vissza, mint áfát. Ez ilyen egyszerű. A nagy gond az, hogy még mindig ott tartunk ebbe az országba, hogy amikor azt látom, hogy egy kormány segít a dinnyéseken, segít a megyeseken, nagyon helyes, nagyon jól csinálja, de valahogy a szőlőhöz, a borászathoz nem sikerül hozzáférni és hozzányúlni, mert az áldatlan állapot, az országban egy bizonyos 10 aluli nagy borászati üzem, amelyik csak szinte szőlőt vásárol föl, és ők határozzák meg kartelba az árakat.
ezért lehet engem megítélni, hogy ilyen kartelszót használtam, de valóság az, a tények azok, hogy összefognak az árakba, és a termelőknek a kedvét elveszik a termeléstől, mert az nem létezik, hogy egy fehér borszőlő nettó árat mondok, 65-67 forint legyen. Ez egy nonsens dolog, tehát ilyet ezt nem lehet csinálni az országban. A szőlő árának a legegyszerűbb szőlőnek az árának is legalább oda kellene érni 90-100 forint körül. A Csongrádi Hegyközség elnöke szerint a kistermelők érdekeit kellene elsősorban figyelembe venni. Unger Bauer György ehhez kormányzati segítségben is bízik. Az, hogy a nagy áruház láncok nem hajlandók csak bizonyos nyomott árakon megvenni a borászat üzemektől a bort, az egy megint másik dolog. Ott is meg kell nézni, hogy hogy történik az, hogy egyszerűen csak alacsony áru borokat vásárolnak meg, és azzal versenyeznek. Hát persze, hogy a nagyobb borászati üzemek is egymás alá nyomják az árat, és ebbe a kistermelő belepusztul. És tessék megfigyelni majd, amikor Magyarországon a szőlőket ki fogják darabolni, mert rengeteg kivágnak ebbe az évbe is, meg utána, meg ott hagyják, ki sem vágja, ott hagyja. Hát nem éri meg dolgozni vele. Akkor az lesz, hogy utána az olasz is föl fogja emelni annak a bornak az árát, amit most behoz. Egy vörösből féles 105 forint körül, egy szárazvöröset 100 forint körül. Ehhez igazítják hozzá a magyarországi szőlő fölvásárlás árakat. Most tudni kell, hogy Magyarország a Közép-Európának a legjobb minőségű szőlőtermő területe. Ezt hagyni, agyonvágni és csak egy Tokaj támogatni, ez nem egy szép dolog. Elvárnánk azt, és joggal is hiszem azt, hogy a kormány bele fog nyúlni ebbe, hogy megnézze azt, hogy hogy tudnak ilyen árak létrejönni ilyen formába. Akkor, amikor a HNT szakmaközi szervezet, és ennek ellenére látszólag kikérik a véleményét, és mégsem nyúlnak hozzá, meg kell keresni valamilyen formába az összefüggéseket, hogy hogy van ez. Nagyon jó a szőlő minősége, óriási módon kellett odafigyelni a növényvédelemre. Tudnélik, rengeteg eső csapadék volt, a termés mennyiségnél ez elég jót hozott, tehát kivittak fejlődni. Jók a cukorfokaink. Ahogy látjuk mindnyájan, azt látjuk, hogy a cukorfok utóbbi évek legjobb cukorfok jöttek létre, mert a cukorot víz is kell. Most ez meg volt ebbe az évben. Azt, hogy kellett a növényvédelembe jobban odafigyelni, az egy már teljesen más dolog. Én azt mondom, aki megvédte a szőlőit, az kiváló minőségű szőlőket tud hazavinni, vagy eladni, vagy pedig feldolgozni. Csongrád környékén is 6-8-10 fajta szőlő van, ezeket különböző évekkel kell leszedni, most jelenleg megy a Zweigelt, megy a Sauvignon Blanc, megy a zöldvetlen Chardonnay, és utána indul a kékfrankos, annak még kell egy jó pár nap, aztán még legalább kell egy másfél-két hét a Cabernet-nek, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc-nak. Én bízok abban, hogy azért annak ellenére, hogy ilyen nyomott árak vannak, valamilyen formában termésbe kell a borpincékbe. Azt, hogy a termelő ilyen kis pénzt kap érte aránylag, ez nagyon szomorú. Nagyon reméljük, hogy valamilyen formában a kormány ebbe bele fog nyúlni a következő időszakba. A Földművelésügyi Minisztérium számításai szerint országszerte több mint 2,5 millió hektoliter bor kerülhet a pincékbe. Az Országos Széchenyi Könyvtárban emlékezik Faludi Györgyre, a Faludi György irodalmi műhely szeptember 22-én. A Kossuth-díjas költő haláláig segítő tagja volt a több mint 45 éves múltra visszatekintő műhelynek, ezért is vették fel a költőfejedelem nevét, és rendeznek minden évben ünnepséget a névadó születésnapján, szeptember 22-én. A megemlékezésen közreműködik Sirató Ildikó irodalomtörténész, a Színház Történeti Tár vezetője, Góg János, Juhász Gyula díjas költő, a műhely vezetője, Turek Miklós színművész és Csák László hangász. Az elmúlt hétvégén rendezték meg a Csongrád Kupa nemzetközi sebességi hajómodell versenyt. Az indulókat ezúttal új helyszínen a Villantó Szabadidő Parkban várták a szervezők. A csongrádi csapat a második helyen végzett látványos megmérettetésen. 21. alkalommal szervezte meg a Csongrád Kupát a Csongrádi Rádiós Modellező és Technikai Sport Egyesület. 4 kategóriában várták a nevezéseket. A magyar mezőnyből szinte mindenki itt van, külföldiek közül Romániából érkeztek és Ausztriából érkeztek, a többiről kaptunk visszajelzést, családi programok, rendezvények vannak és ezért nem tudtak eljönni. Már nagyon sajnálják ezt az új helyszínt, mert
nagyon családias ez a helyszín, a gyerekeknek van játszótér, van fedett rész, hogyha rossz az idő, tehát mindenki jól tudja magát érezni, aki csak a nézőként is van itt, meg aki versenyző, hozzátartozó, az is megtalálja a számítását itt ezen a vízparton. Több kategória van, ez a motorok űrtartalmát akarja, 3,5, 7,5 köbcentis, 15-ös és 27-es benzines kategóriák vannak. Én jelenleg a 27 köbcentiméteresben a magyar bajnokságban a harmadik helyen állok, ez a verseny előtt, 4 verseny alapján. Német Ferinek sajnos, ő neki ez az első versenye idén. Német Pisti, aki a 7,5-esbe a csapatba indul, ő is a magyar mezőny harmadik, negyedik helyért küzd, hogy meglegyen neki. Úgymond a sebességről szól, 20 perc alatt kibír több kört menni, és két előfutam alapján ki a legjobb, és az első 12 pedig az megy a kupáért. Még annyit, hogy ez a vízre is nagyon jótékony hatással van, mert nagyon sok oxigént beleviszünk a vízbe, és ez a minden élővilágra nagyon jótékony hatása van neki. A magyar versenyek közül ez a szezonzáró verseny, most már csak külföldön vannak, Ausztriába, Szlovákiába lesznek még versenyek. Mindenki nagyon nagy szeretettel jön ide erre az utolsó versenyre, mivel hogy szezon vége is, meg hogy új helyszín volt, és mindenkinek megnyerte tetszését ez az új helyszín. Májusban szokott kezdődni, május első vagy második hétvégén Gyopárosfürdőn, aztán rá egy hónapra van egy Debrecen nagy díj, utána megint, tehát havonta vannak körülbelül így a versenyek, a Nagy Kanizsa volt, aztán megint Orosháza, és 3 hete volt Orosházán, verseny, ott én 4. helyet szereztem meg, és most pedig itt a csongrádi verseny van. A helyi versenyzők szép eredményeket értek el. A Csongrád kupa 3,5 köbcentiméteres kategóriájában Németh Ferenc a 14. helyezést szerezte meg, Kajtár Róbert pedig 3. lett a 27 köbcentiméteres kategóriában. A csapatversenyt Baja 2. számú csapata nyerte meg, Csongrád a 2. helyen végzett. Csongrád kisréti területén 2 hét alatt készült el az útjavítás, melynek teljes bekerülési összege 6,5 millió forint plusz áfa volt. Kiváló minőségű szőlőt szüretelnek a csongrádi gazdák, a tavalyinál is alacsonyabb ár nehezíti az értékesítést. Az Országos Széchenyi Könyvtárban emlékezik Faludi Györgyre az irodalmi műhely szeptember 22-én, a rendezvényen közreműködik többek között Góg János, a műhely vezetője, és Csák László, hangász. A 2. helyen végzett Csongrád csapata a Csongrád Kupa nemzetközi sebességi hajómodellversenyen kategóriájában Kajtár Róbert a 3. helyen zárt, Németh Ferenc pedig a 14. helyet szerezte meg. Híradóval legközelebb pénteken várjuk Önöket, adásainkat megtekinthetik honlapunkon a www.congradtv.hu weboldalon. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!